válogatásról különösebben nem beszélhetünk, mert minden tárgyból szinte egy van. És egyet kaptunk, egyet tudtunk beszerezni. És hál' Istennek szinte minden, ami egy házba kellett, az úgy összejött. Bár van még, amit ugye nagyon szeretnénk, és hát az majd be fog kerülni. Reméljük, hogy ez a ház hosszú életű lesz, és mindig gyarapodik valami érdekes tárgyal. Hát ugye az első a tulipános láda, ami kuriózumnak számít, itt a rajta levő buza szalmából készült ékszerdoboz, ez is egy nagyon-nagyon különleges darab. Hát aztán a roka ugye az is eléggé, bár van, de ennyire komplett, ritkán akad ilyen, ennyire komplett. Akkor hát a párnákat szeretném, mert azok is egy gyönyörű, mindegyik a maga nemében egy gyönyörű darab ebbe a szobába. A Kissinger varógép is eléggé ritkaság számba megy ma már, de régen ez kellett egy házba, ugye 9-10-11 fős volt a család, ott varni valakinek meg kellett tanulni, hogy a családot ellássa. Hát akkor szeretném a tulajdonosokat, akik ebben a házban laktak. Nem tudom, hogy ők építették-e, de ők laktak benne sokáig, azután még egy ideig a gyermekei is, azoktól aztán vásároltak. A másik házas pár, ők meghaltak, és az ő bútoruk került ide legnagyobb számba. Nem az összes, de nagy számba ide került az ő bútoruk. Hát így a szobáról. Itt ugye jelen van a férfi is, a nő is részletekben, ugye a csizma húzó, a kalap a férfi, a többi viszont a női ruhadarabok.